Tisztelettel köszöntök mindenkit a nyilvános ülésen. Tájékoztatom a nyilvános ülés részvevőit, hogy a bizottság a napirendet az áttörésen elfogadta, nem kívánta kiegészíteni. Mielőtt hozzákezdenünk az érdemi munkához, én szeretnék mindenkit tudja, hogy van a kommunizmus áldozatainak az emléknapja. Én azt kérem a bizottság tagjaitól, hogy egy rövid néma főhajtással emlékezzünk meg. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. A nyitulés első napi rendi pontja bizottságunk éves munkatervének az elfogadása. Minden bizottsági tag megkapta, gondolom át is tanulmányoztátok. Szeretném megkérdezni, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdésetek, kiegészíteni valótok. Tessék, Mínus. Egy kérdésem, illetve két kérdésem lenne hozzá. Az egyik az a bizottsági ülés a kezdési időpontjával kapcsolatban. Igen. Tudom, hogy korábban olyan felmerült egy javaslat Kovács Róbert részéről, hogy kezdjük korábban az üléseinket. Nem tudom, hogy ezt érdemes-e általánosságban bevezessük, vagy ezt mindig az adott napirendek mennyisége szabja majd meg. Ezen az első kérdésem. A második pedig, hogy egy futás és egészségügyi bizottság is vagyunk. Én egy kicsit hiányolom a munkatárgyat, hogy egy valamilyen fajta egészségügyi koncepciót kidolgozunk, vagy legalábbis javaslatot tegyünk a képviselőtestület részére. Beszéltem több házi orvossal, illetve abban a kettővel, illetve a gyerekorvosunkkal is, és tudom, hogy ugye folyamatban van az egészség, vagy az orvosi rendelőnek a különböző helyének kihasználtságának a növelése is, de azt gondolom, hogy kellene valahogy beszéljünk ezekről is, talán nem csak testületi ülésen, hanem a bizottság keretei között is, hogy milyen egészségügyi koncepciót képzelünk el a településünkre vonatkozóan ez a két kérdésre. Az elsőre azt tudom neked mondani, hogy valóban az időpont függ attól is, hogy mennyi napirendi pontunk van. Emlékszel, hogy múltkor fél négykor, most már előrébb tettük. Illetve azért abba is bele kell gondolni, hogy azért az emberek délelőtt dolgoznak. És ha most 14 órát javasolunk, akkor nem biztos, hogy ide érnének a munkából. Viszont annak szerintem semmi akadálya nincsen, hogyha úgy látjuk, hogy több megbeszélni valónk van, akkor vagy előrébb hozzuk egyszer-egyszer, illetve egy külön megbeszélési napot tartanánk, összejönnénk, ha tényleg igényelitek, és mondjuk egy napirendi pontot előkészítve meg tudnám máskor is beszélni. Tehát ez rajtatok múlik, ha kérlitek, szerintem nem zárkózunk el. Ezzel egyetértek, amit mondtam. Alapvetően igen, szóval azt rettetesen kevés időnek tartom, amit irányít ez az egy óra, ami rendelkezésre áll. Én szerintem sokkal több megoldandó feladat van, és arról nem is beszélve, hogy hónapról hónapra újabb és újabb problémák merülhetnek fel, főleg ha kialakítunk mondjuk egy koncepciót, akár az egészségünkkel kapcsolatosan, illetve hogy lehetne egy kicsit a lakosságnak a figyelmét felhívni arra, hogy mivel tudná ő is önmaga hozzájárulni az egészségügyi állapotának a javításának. Ezek programok, erről nekünk nagyon sokat kell beszélni, egyeztetni orvosok bevonásával, szakemberek bevonásával, hogy mit érdemes, mit nem érdemes, milyen keretek között. Az nem feltétlenül ragaszkodom ahhoz, hogy bizottsági üléseket tegyük meg mindezt, de valahogy mégiscsak az az idő, az az egy óra, inkább így fogalmazom, sok esetben nagyon kevésnek tartom ahhoz, hogy mindent átvegyünk, ami esetleg a mi feladatunk, munkánk lenne. Rengeteg olyan dolog van, amiről még nem is beszéltünk, és úgy érzem, hogy feladatunk lenne. Most milyen keretet találunk rá?
Én rugalmas vagyok, így van. Mert most ugye tulajdonképpen negyedre tettük, ez 1 és 3/4 óra, 5 óráig ennyit tudunk együtt tölteni. A másik, Vilmos, ugye a mi munkatervünk épül a testület munkatervére, és ugye azokat tettük be, amit majd a bizottság alátámaszt és a testület felé fog tárni. Itt az orvosok beszámolója mindenképpen benne van. Nem tudom, hogy te még konkrétan mire gondoltál, de ha van valami elképzelésed, akkor inkább azt kérem, hogy vázold le, és a vázold fel, és akkor a következő bizottsági ülésre tárjál elénk valami elképzelést, és akkor annak ismeretében ki tudunk alakítani egy olyan konszenzust, ami szerintem az orvosoknak is, a bizottság tagjainak is megfelelő lenne. És a, tehát konkrétan, hogy és egyszerre kérdezítjük. És akkor majd a bizottságunkat, a munkatárunkat ki fogjuk elérni. Én kaptam egy anyagot, már szippadottam ötől. Ez egy 3 oldalas anyag, és nagyon szívesen majd a bizottság elé hozom, csak nem akartam ezzel anélkül előjönni, hogy nincs ez témáról fölvéve. Tehát akkor én majd márciusra ezt... Igen, és azt is kérem tőled, ahogy megbeszéltük az Erzsike már, múltkor javasolta, hogyha bárkinek valamilyen ötlete van, ami mondjuk nincs itt most a napirendi pontok között a tervezetben, azt nyugodtan küldjétek meg nekem, fel tud mindenki rá készülni, illetve a bizottsági anyaggal együtt Erzsike ki tudja küldeni. Tehát azt tudnotok kell, hogy mindig a pénteki napon készbesítik az anyagot, az ülés előtti pénteken, ki azon a héten legyetek szívesek bennünket megkeresni, és akkor már az Erzsike ki tudja küldeni, illetve a bizottsági tagok pedig fel tudnak rá készülni. Erzsike a bizottságnak a munkaterve valóban, ahogy Magdika elmondta, a képviselőtestület munkatervére épül, és csak egy fő-fő napirendeket tartalmaz. Tehát ez bőven ki lesz évközben egészítve napirendekkel, és bármikor bármilyen témát, illetve ahogy a Magdi mondta, korábban ez már bevett szokás volt Erzsike elnöksége idején, hogy az ülés előtt, aki rájött, 1 órával előtte olyan téma volt, összeültek, és egy kötetlen megbeszélés alapján, akár a programokkal kapcsolatban, akár bármivel kapcsolatban, ezt nyugodtan be lehet vezetni, vagy másnapon is, ha a bizottság ráért. Csak ezt előre jelezzék. Én február elején, én adtam be így a bizottság irányába, mint testület irányába is anyagot, amit azt hittem, hogy bele is fognak tenni. Számunkra, hogy beszéltük az Erzsikével is, meg itt a testületi ülésen, hogy ugye anyagot adjuk el, hogy mindenki föl tudjon elkészülni, ez az anyag nem került be. De benne van. Milyen anyagot küldtél? Igen. Itt van, hát ez benne van a... Igen, és köszönöm, hogy is van. Jó, akkor jövök meg. Minden külön, benne. Biztosan tudjuk, hogy szükséges napirendünk, de abból a 10-ből sokszor 26 kerekedik, mert az élet hoz olyan feladatokat, amit meg kell oldani. És akkor a szociális rendeletet akkor már rögtön jelzem, hogy a formációs 17-re átírjuk, mert ma nem került a bizottság elé. Igen. Igen, akkor ezt áttesszük, tehát akkor így módosítjuk, hogy a 25-éről a szociális rendeletünk átkerül a március 17-i bizottsági és eszmondulókat. Egyetlen egy picit is nagy szélelmű kiegészítésem a hülyéhez, hogy az elképzelhető, de egyébként kicsit érintetted és mondtad is, csak magamnak egy visszajövőzás, hogyha bárkinek bármiféle ütlete van, hogy ezt elküldi neked, és tovább küldöd nekünk, hogy mindegy, megkapjuk mi, hogy legyen időre, minden, legyen lehívő gondolkodni, esetleg ne 3 nap, hanem mit tudom én, hogy ma este elküldöd ezt az anyagot, amit Gabi csinált, és lehet erről gondolkodni, hogy beszéljünk, és akkor mindig, ha mindenkinek van, kap 5 percet, hogy elmondja ezzel kapcsolatos gondolatát, az már jó, és igen. De ezt én csak azért mondtam, hogy nem később előző napokban, de bármikor át lehet küldeni. Ugye ezzel akkor a bizottság tagjai egyetértenek, és akkor ezt így meg tudjuk mondani, Vilmos, hogy amikor van annak, tehát így jobban forogni.
ebben a körülben, és lehet, hogy felintjeleznek ilyen kérést, mindenki van, akkor osztatom, és ne nekem küldjétek, hanem szépen küldjétek el minden bizottsági tagra, és akkor itt mindenki A második napirendi pontunk, a nyilvánosul és második napirendi pontja a 2020-as költségvetésnek a véleményezése, illetve ha van bárkinek bármilyen gondolata, észrevétele, javaslata, azt a holnapi testületülésre, a képviselőtestület felé tudjuk majd tárni. Én még gondolkodtok, ezt szeretném mondani, hogy én tegnap a mezőgazdasági bizottság ülésen a kérdésemet polgármesternek feltettem, úgyhogy most kérem a választ is kaptam rá, hogy ezt nem szeretném most ismételni. Pedig elmondhatnám. Kérdezem a tagokat, hogy tényleg van-e valami kérdésetek, kérésetek? Akkor nem mondanám, de még egyszer, ha esetleg elmondanám. Majd én elmondom, hogy erről beszéltünk, és megmondom, hogy nem voltam. Hát például rákérdeztem, hogy azok az intézményi igények, amik belettek nyújtva, ezek az intézmény vezetőivel egyeztetve lettek, és azt mondta a polgármester úr, hogy minden kérést támogatnak. Itt kitértünk pénzügyre, eszközre, sok mindenre. Ez most ilyen költségvetés érinti bármiféle kérdés. Igen, itt voltak az intézményi igények is, vagy ezzel a szöveges visszel van-e valami? Hát igen, van egy, ami... Javaslatot, kéréssel, tessék, mondjatok. Igazán nem is kérés, inkább csak egy megállapítás, sokkal inkább kritika. Még pedig talán annyi, hogy találtam benne egy szép kis összeget, ami 7 millió forintot takar, és önmagában nem az összeggel van bajom egyébként, sokkal inkább ahogy ennek a megítélése megszületett. Erről a mai napig egyébként nem tudnék akkor, hogyha nem lennék bizonyos értelemben kellően tájékozott, és ez nem más, mint az egyik házi orvosnak az autóvásárlásának a támogatása. Mert erősen úgy érzem egyébként, hogy maga a mi kis bizottságunknak elég szoros köze lenne hozzá, mégsem mi döntöttünk erről, illetve még javaslatot sem lehetett ezzel kapcsolatba tenni, és ez engem rettetesen zavar. Megmondom miért, egyrészt, hogyha kontextusba teszem, vagy helyezem azzal a ténnyel, hogy
Ez a múltkori bizottsági ülésünk után történt egy nappal, amikor a mi bizottsági ülésünkről beszélgettünk, amikor ugye Erzsike Ákosnak ezt a szomorú történetét elmesélte, és olyan döntésképtelennek tűntünk, sőt, ha jól emlékszem, akkor talán ebben a kérdésben nem is tudtunk dönteni. És hogyha a két történetet megpróbálom egyensúlyba helyezni, hát azt kell mondjam, hogy nem lehet, mert nem lehet egy olyan kérdést, ami voltaképpen nem is annyira fontos egy élettel szemben felállítani. És azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit szégyenkezem amiatt, hogy ilyen szinten, hogy is mondjam, méltatlan, talán a többi háziorvossal szemben, méltatlan a mi munkánkkal szemben, méltatlan az én erkölcsi értékrendemmel szemben. Na, akkor válaszolhatok. Ezt a bizottság, a pénzügyi bizottság tárgyalta, ami ülésünk után volt, mert ez pénzügyet érintett. Valóban szerdán erről szavazott, zárt ülés keretén belül szavaztunk róla, mert pénzügyet. Nem személy, igen, nem kölcsönt adtunk, hanem kamatmentes kölcsönt adtunk. Nem. Tehát ez azt jelenti, értem, hogy vissza fogja fizetni, nem. És erre már volt igen, meg van határozva, hogy milyen összegben, milyen ütemben, és én úgy jól tudom, hogy már más orvosnak is szavazott meg a képviselő testület kamatmentes kölcsönt, amikor idejött a testület elé. Én úgy gondolom, hogy ha bármelyik házi orvos, vagy gyermekorvos, vagy bárki idejön, mindig megtámogatja, megindokolja, hogy mire kéri, és azt a testület úgy gondolja, hogy igenis támogatandó mindenkinek, eddig a testület támogatta, és én úgy gondolom, hogy ezután is támogatni fogja a kérését. Majdnem is fogadnám egyébként ezt a választ, de önmagában véve én azt gondolom, hogy egy ilyen kérdésben valahogy én úgy érzem, hogy másképp járni kell. Először is a bizottság kellene, hogy erről bármiféle javaslatot tegyen, és azt gondolom, hogy az érintettekkel, tehát a házi orvosokkal, hogy senkiben nem emeljön föl bármiféle olyan gondolat, történet, ami esetleg olyan hibát képez az ő merevlemezén, ami kiavíthatatlan. Én biztos vagyok benne, hogy a testület segíteni szeretne egyiknek is, másiknak is. Emberek vagyunk, és az is biztos, hogy az egyiknek erre van szüksége, a másiknak arra van szüksége. Mintha testvérek lennének bizonyos értelemben, és nem lehet az ember kellőképpen igazságos, de törekedni kellene. És ezért én azt gondolom, hogy ha az ember kommunikál, nem beszél arról, hogy őket bevonva, ad egy javaslatot, egy normális konszenzus kialakít velük. Ők is tudják pontosan, mire számíthatnak, és mi is tudjuk pontosan, hogy ez mennyibe kerül. Mert hogyha ezt az összeget nézem, ez a 7 millió forint, ez a végén nem 7 millió forint, hanem sokszor 7 millió forint lesz. Tehát 30 ezer forintról úgy döntött akkor a pénzügyi bizottság, mint hogy én most itt beszélgetek a 7 millió forintról. Jó, hát én nem tudok már másra mondani, de azt biztosan mondom és biztosan állítom, hogy ha bárki idejön és megindokolja, munkájához szükséges bármiféle támogatási kérelemmel, sem a bizottság, az illetékes bizottság, sem a testület nem fogja elutasítani. Okay. És te azt kéred, ezt megfogalom, azt kéred, hogy ha egészségügyből jövő kérelem érkezik, na, akkor azt a bizottságunk is tárgyalja, ezt szeretnéd? Mert akkor ezt, mert ugye már azt sérelmezted, hogy mi nem tárgyalatunk. Én nem akarok dönteni összegekről. Az legyen a pénzügyi bizottságnak a dolga. Én azt szeretném, hogyha nem hoznánk hozzá döntést. Hogyha valahogy mindenki tudná, hogy egyre az önkormányzatra, a testületre számíthat abban az értelemben, hogy nyilván mindegyik a maga módján letett már bármit is az asztalra. És hogy ezt
hogy mondjam, nem marad bizonyos értelemben jutalom nélkül. De ahhoz, hogy ezzel kapcsolatosan hangsúlyozom, tehát valószínűleg nem beszélgetnék erről, hogyha nem lenne nyomósokom arra, hogy ezt másképp kellene ahhoz csinálni, hogy pestesen fogalmazza, ne firkáljanak utána a másik ember hátára. Igen. Tehát csak ennyi, hogy én nem akarok összegekről dönteni. Van egy bizottság, döntsön ő róla, de mégis valahogy egy keretét meg kellene határozni. Úgy, hogy egyik oldalon és a másik oldalon sem sérüljenek érdekek. Ne beszélve arról, hogyha ilyen ügyben ilyen gyors döntést tudunk hozni, mint hogy ez gyorsan sikerült meg. Én nagyon szeretném, hogyha azokon az embereken, akik betegek, vagy akik tényleg rászorultak, hasonlóképpen hozunk gyors döntést, segítsünk nekik, nem tehetjük meg azt, hogy nekik nem segítünk. Hozhatunk jó döntést, rossz döntést, egyet nem tehetünk meg, hogy nem vállaljuk ezt a felelősséget. És ezzel talán be is fejeztem. Igazad van, de akkor arról nekünk tudni kell, hogy ki igazad, helyzetben van. Ezért kell jelezni, Mondjuk legutóbb, amikor jöttem erre arra a bizottsági ülésre, nem is gondoltam volna, hogy úgy fogok elmenni, hogy tudomást kell szereznem egy fiatal, 13 éves gyereknek a haláltuságáról, és arról, hogy a szülei milyen helyzetben vannak, és hogy megvannak számára a napjait, és hogy azt gondolom, egy jó érzékű keresztény ember megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy annak a kiskölöknek az utolsó végnapjait olyan áttegye, amiről ő nem is álmodott. És akkor azt mondom, hogy rendben van. Akkor nincs lelkiismeret furdalásom. De ebben a szituációban, ebben a kontextusban most nem mondhatom azt, hogy nincs. Jó. Robert, ez a dolog már határozat. Gondolom, ennyi idő alatt már fogalmazottak meg gondolatok. Tessék, Prima. Nekem majd több kérdésem is lett a pénzügyi bizottságon. Igen, ami pénzügyet érint, azt fogja érinteni. Viszont egy dolgot szeretnék megkérdezni, kihasználva a lehetőséget, hogy intézményvezető azt, hogy itt van. A légbefúvással kapcsolatban most hogy állunk? Tehát láttam, hogy az önkormányzati felruházás, nem működési ház. De tulajdonképpen tudom, hogy volt szakember, aki megvizsgálta, lett ennek valamilyen, született valamilyen szakvélemény? Igen, született szakvélemény, Rátos László megírta a szakvélemény, és a polgármester úrral ezt megbeszélte. Tudtok erről valamit, mert annyit tudunk, hogy van egy probléma, sokkal többet erről nem. Igen, az a probléma, hogy nem igazán jól működik a szellőztetés a színházteremben. És ezt próbáltuk volna orvosolni, és az a szakember, aki jött, amit ő javasolt, hogy azt csinálni lehet, az a Szlovicsák Zoli szerint nem megoldás. És mi is javasoltuk a Zolival egyetértésben egy más megoldást, és a dolog most egyelőre itt áll. De az anyagi feltételei adottak, tehát amennyiben ez eldöntésre kerül, hogy mi legyen, ez meg lesz, ez a problémát meg fogjuk oldani nyárig mindenképpen valamilyen úton módon. Vagy az A vagy a B verzió. Jó. Én azt szeretném megkérdezni, hogy nem utaltuk át az alapítvány részére, az alsó német iskoláért alapítvány részére. Előbb mondom pénzügyi vezetőnk és a polgármester úr. Valami miatt csúszott az átutatásra, de meg fogják kapni. Igen. Én annyit tudok, hogy most az általában támogatási szerződés nem jutott el a pénzügyre, és milyennek azok a pénzügyek, ugye nem tudom, de ugye az utalások, támogatások utalások csak a ilyen szerződés után lehetséges, és ez a pénzügyre nem jutott el, van-e, sem tudom, de ezt mindenféleképp, tehát a számára
már van-e számolni, már el is tudnak vele, úgyhogy ez az összeg az idejében lesz. Igen, az már ilyen, hogy meg lesz, csak nem volt még ilyen, hogy nem kapták. Ha egyéb nincs, akkor én javaslom, hogy fogadjuk el ezt a rendeletet, és a képviselőtestület felé is elfogadásra javasoljuk. Aki ezzel egyetért, 7 igen szavazattal a bizottság elfogadta. Köszönjük. A következő napirendi pontunk volt a civil szervezetek részére pályázat kiírása. Ugye a polgármester úr az előterjesztő, ő egyéb elfogadtsága miatt nem érkezett meg, de gondolom, hogy átnéztétek a rendeletet. Le van írva a határozati javaslatban az elkülönített összeg, a határidők, a módja, a benyújtás módja, mikor döntünk róla. Én úgy gondolom, hogy erről nekünk nagyon nincs mit viták itt, mert ezek a konkrét dolgok is gondolom esik ez évek óta. Igen, a korábbi évek gyakorlatának, illetve egy kis módosítás van benne. Úgy tudom, hogy tavaly módosítottunk rajta a civil szervezetekben, a korábbiakban benne volt a sport támogatása, illetve az egyházak támogatása. Ezt most már kivettük tavaly, és külön ugyanúgy kötünk belül támogatás és szerződés, de a költségvetésben külön tervezésre kerül. Ez kimondottan csak a helyi civil szervezetek részére történik. Írás, kézilabda, nyílik, vagy egyesület táncosok. Azt már tudni kell, akkor elmondom, ha rám kérdeztél, hogy ami be van tervezve a sport részére, már érkezett többlet támogatási kérelem. Tehát ezt majd fogjuk, hozzuk majd a testületen, majd az árszámadás után, mert ugye úgy szoktuk, hogy az árszámadást megvárjuk, főleg itt, hogy most a változások voltak, és azért nehezebb összeállítani a költségvetést is. És akkor, hogy milyen javaslatot adjunk. Akkor elmondjuk. Azt szeretném kérdezni, hogy a korábbi években rendelk, hogy aztán a sokadék ez a forrásfejlesztésében? Igen, mindenképpen nem maradt egy folyóság, tehát úgy gazdálkodtunk és úgy osztottuk, hogy mindenkinek kérés érkezik. Tehát nagyobb összegű kérés érkezett, mint amennyi a keret, és akkor ezt a keretet igen, megnéztük, hogy hány tagja van, milyen tevékenységet folytat, és ilyen differenciáltan kapták a keret, ha jól emlékszem, 3.600.000 forint. De ez a tavalyihoz képest valamit változott, nem? Vagy rosszul emlékszem? Én úgy tudom, a tavalyi összeg került be szervezésre, így emlékszem. Igen. 3,5-re emlékszem, de 3-6, annyit az értelmesetek nem követni, de körülbelül az adja. Igen, így van. Tehát egyet kell tulajdonképpen a pályázók között igazságosan elosztani. Igen, és a, természetesen az elosztásban a Kulturális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság teszi a stadionban a testület felé. De és a Kulturális Bizottság. Igen, kapunk egy váz. Arról, hogy elmúlt évben mennyit kaptak, kik voltak, mennyit kaptak, és akkor ahhoz tudunk összehasonlítást végezni, illetve tologatni a számokat. Bocsánat, csak egy kérdés ezzel kapcsolatban. Egyébként mennyi többletigény vagy több pályázat érkezik, illetve pontosabban az rossz kifejezés, hogy több pályázat. Nagyobb összeget igényelnek, mint amit tudunk adni, de van, aki mennyivel van, aki direkt többletig indul be, hogy azért abból megkapjon. Van, aki tényleg csak annyit kér, cseknisztán tavaly például nem is kér. Ők 100.000 forintot kértek a támogatásra, a gyerekprogramokra, tehát azt mindig megszokták kapni. Igen. Olyan is volt, hogy 400.000 forintot. Igen, a civil szervezet, aki számára egy nyújtott támogatás problémát jelentett a megjelentésében, akkor nyilván jelezte volna, de erre eddig még nem volt például, tehát tudott annyira bölcsen. Nyilván is első körben ez a bizottság, második körben a pénzügyi
ezekben az elosztásokban dönteni, hogy később éppen nem nagyon érkezett, nem emlékszem, hogy érkezett volna egy visszajelzés, hogy problémát jelentett volna bármilyen szervezetnek a működésében az itt meghatározott támogatási összeg. Inkább mindig megköszönjük. Sőt, olyan volt, hát amik nem tudhatják, mert nem voltak itt, hogy vannak különböző sportolók, akik kijutnak külföldre valami nagyszabású rendezvényre, és ők külön kérelmet nyújtottak be, és volt erre is például, hogy ezt támogattak. Az egy külön kérelmet. És ebben nincsenekben tartalék szervezetek, amiket most majd fog tárgyalni a pénzügyi bizottság, meg a testület, vagy a tűzoltó egyesület, vagy pedig különböző országszerte valamilyen alapítványok, vagy más egyesületek. Tehát erről majd ez csak a helyiek, és azt előnyben részesítette még mindig a bizottság, mindkét bizottság testület, hogy a helyi programokon ezek a szervezetek valamilyen módon részt vegyenek valamiben. Hát nem nívós műsorokat adnak például, vagy valami hasznos tevékenységet. Ahol megkaptam, most volt jó néhány időként. Tehát több szempont szerint lényeg az, hogy javasolja a kiírást. Igen, javasoljuk a kiírást a testület felé, aki ezzel egyetért kérem jelezze. 7 igen szavazattal javasoljuk a testület felé a pályázat kiírását. Az 5. napirendi pontunk a Kisernő Művészeti Díj alapítása véleményezése. Az előző bizottság ülésünkön már erről volt szó, beszélgettünk, de igazgató asszony nem volt itt, és azt kértük, hogy a mostani napirendre vegyük föl, hadd mondja el gondolatát, illetve is majd mondjátok el véleményeteket, javaslatokat. Én azt, amit már a szó, amit már egyszer elmondtam, még egyszer nem szeretném elmondani, egyszer olvastátok, hanem inkább azt, ami felvetések jöttek. Az egyik a finanszírozás kérdése volt. Valóban az alsónémediért díjhoz nem jár anyagi támogatás, de én úgy gondolom, hogy ez egy ritkaság a díjak kitűzésében, hogy egy díjhoz ne járjon valamilyen anyagi juttatás is. Főleg itt például, amikor kimondottam fiatal pályakezdésről, vagy tanulókról van szó, a művészekről, én azt gondolom, hogy alapvető dolog, hogy nem csak elismeréssel kell az ő kezdeti erőfeszítéseiket, vagy a tehetségüket, vagy az induló pályájukat elismernünk, hanem, ha már ezt a díjat megalapítjuk, mindenképpen anyagilag is hozzá kell járulnunk az ő elismerésükhöz. Vilmossal beszéltünk, Vilmos is az alapítvány tagjaival kontaktál, és ezt a 100 000 forintot, amit mi javaslunk, mint a díj mellé anyagi támogatást, ezt az alapítvány és a Halászi Károly Művődési Ház felesben fölvállalnák, tehát 50-50%-ban állnánk ezt a díjat. Egyébként pedig, hogyha most szétnézünk és elkezdjük az ujjunkon számolni, hogy alsónémedén hány ilyen díjazott lehetséges, hát ez a 100 000 forint alkalmanként, amit nem is biztos, hogy minden évben ki fogunk osztani, igazán nem jelentene semmilyen problémát az intézményeink és az alapítvány költségvetésében. A másik felvetés az pedig az életkor meghatározása volt. Én érdeklődtem a Pesti Művészeti Egyetemen, ott azt mondták, hogy ha valaki úgymond DLA-ra megy, ez a Művészeti Egyetemen a mesterképzés, akkor legkésőbb 35 éves koráig mindenkinek a tanulmányait be kell végfejeznie, és hogyha és általában a fiatal művészek addig már elindulnak a pályán. Hogyha akkor ez így megfelelne, akkor a 35 éves kort jelölnénk meg zárásképpen. Így van. De ez olyan dolog, hogyha mondjuk elkezdjük ezt, most visszatekintjük arra, hogy van-e olyan művészünk most itt Alsónémedén, aki már elmúlt 35 éves, és mégis valami olyan rendkívül kimagasló, akkor lehet, hogy kivételt tehetünk, de hogyha mi ezt mondjuk következetesen ezt a díjat mi minden évben a díj kiadásának a lehetőségét megvizsgáljuk, nem is merül fel annak a lehetősége, hogy ennél idősebb személy egyáltalán a látókörünkbe kerüljön. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a két hozzáfűzni valóról már ahhoz, amit én eleve írásban mindenkinek odaadtam, újra kinyomtattam, és beleírtam ezt is, de mondjuk lényegtelen, mert ez igen, mert ez egy
Igen. Megnyitom a vitát, ha ezzel kapcsolatban még a kérdésemhez hozzá. Igazban beszólt. Jaj, bocsánat, még hadd mondjam azt, hogy a te hozzászólásodat, hogy ilyen rendkívül, ilyen nagy népszavazást tartsunk ebben a kérdésben. Én nem tartanám indokoltnak. Én nem így gondoltam egyébként, majd meg nem volt elégedem. Egyáltalán ezzel kapcsolatos egyébként is lehet, hogy kicsit érintőlegesen. Bocsánat, Inzi. Tehát én azt gondolom, hogy amikor kiválasztjuk a személyt, azt eléggé diszkréten kellene tennünk, és annak a kuratóriumnak kellene erről dönteni, nem pedig, tehát ilyen személyeket én nem állítanék ki ilyen közszemlére, úgymond egy ilyen kérdésben. Egy picit azért értesz félre egyébként, mert talán ezt még el is tudom egyébként fogadni. Ráadásul ugye, hogy most egy kicsit többet beszélgetünk róla, egyre jobban kristályosodik előttem, hogy általában mindig egy személyről lesz szó, nem többről. Tehát ha egy személyről van szó, akkor ez az ötlet már, amit én gondoltam, azt dobjuk is. Alapvetően nem gondoltam volna egyébként, ha mondjuk több személyről lenne szó, egy más szituációban, nem feltétlenül mondjuk egy művészi díjjal kapcsolatosan, csak hogy megérsen, mire gondolom. Mi hozhatunk egy döntést azokról, aki elismerésben részesüljenek. De be szerettem volna valamelyest vonni ebben az esetben, esetleg a lakosságot is. Érteni. Igen, ez nem is faktor, tehát érted, hogy igen, való igazad van, mert akkor bekapcsolja az ember a televíziót, de én azt gondolom, hogy attól, hogy az ember egy ilyen módját válasz annak, hogy egy kicsit ismertebbé tegye a lakosság előtt, vagy a település között azt, hogy kik jöhetnek egyáltalán számításba, hogy kikről gondoljuk azt, hogy esetleg ebben a területben kimagaslóak. Tehát mi szelektíven szűrjük már azt. Egy lehetőséget viszont adunk neki, és bevonjuk őket, hogy ők is érezhessék azt, hogy valamiben ebben döntenek. És ráadásul tennénk ezt mind úgy, hogy valamilyen szinten bemutatnánk ezeket a kis tehetségeket, én inkább így hívom, nem művészeknek. De nem azért... annak kapcsán mondom ezt, mert ugye a művészeti díj kapcsán egy emberről beszélünk valószínűleg minden évben, úgyhogy... Tehát először nézzük meg, hogy egyáltalán kik jöhetnek szóba, és akkor utána beszélgessük el így, vagy üljünk le így, mikor... Jó, rendben. Jó, és akkor ezt akár egy éjszaka ragozhatjuk, hogy te szerinted hogy meg mi. Nem, de félreértjük egymás valószínűleg, egymás mellett beszélünk el, nem gondolom, hogy akkora különbség lenne. Igen. De megértettem. Egy személy lesz valószínűleg. Itt ez nem egy tehetségválogató lenne ez a művészet. Értem, hogy másképp gondolod. Értem, hogy másképp. Sokkal nemesebb kitüntetésként számolt magát ezt a díjat. Én pedig azt sajnálom egyébként, hogy rengeteg olyan tehetséges fiatal ember, vagy fiatal ember, mint élőlény élhet közöttünk, akiről pont a szembe lévő ember fogalma sincs róla, hogy miben tehetséges. Én pedig ezt sajnálom, tudom. De ezen módja van, Robi. Tehát ezen módja van, hogy az emberek fegyelmét felhívjuk a köztünk élő tehetségesekre. De itt nem arról van szó, hogy tehetségeseket keresünk, itt arról van szó, hogy amit ez a díj egyáltalán szóba kerül, itt már eredmények vannak ezt megelőzően, nem pedig csírák és lehetőség. Nem is folytatom, mert kikapcsolják előttem a mikrofon. Igazad van ebben, és azt gondolom, nekem is némi igazság van. Más szeretnénk, más oldalról megközelíteni, de valahol a cél mind a kettőnél ugyanaz. Az például nagyon-nagyon jó dolog, ha olyan rendezvények vannak a faluban, vagy olyan események, ahol lehetőség van, hogy az olyan rejtett tehetségek, akiket esetleg nem ismerünk, színre tudjanak lépni. Ehhez meg kell adnunk a lehetőséget, és erre törekszünk is, de ez a díj, ez nem erről szól, nem. Hanem már, az már annál egyen följebb van. Rendben, értem. Pontosan értem, azt is el is fogadom. Köszönöm szépen. Szerintem valami kérdés, észrevétel? Hogy egyébként a bizottságnak arra nincs lehetősége egyébként, hogyha, mert én méltatlanul kevésnek tartom egyébként ezt a 100 000 forintot személy szerint, hogy esetleg az önkormányzat valamilyen szinten ezt olyan tisztességesen megosztottátok egymás között ezt a 100 000 forintot, hogy az önkormányzatnak lehetősége nincs, hogy esetleg még kiegészítse 50 000 forinttal vagy valami. Köszönöm, hogy a bizottság.
én meg úgy gondolom, hogy az önkormányzat adja a halászipárnak, mivel egy sihárnak, tehát akkor finanszírozza az a halászipárnak. Itt lényegében, igen, tehát ennek lényegében, egyik sem tömből semmit. Lényegében ez nem három szereplős, hanem két szereplős, mert az önkormányzat alatt van, mint alatt, alatt sírva, amire jó kicsi ház. Még valaki. Senkiben nem szeretném a szót beszélni. Én akkor, mire hallottam olyan felhangokat is, hogy van, aki nem szívesen szavazza ezt meg. Én úgy tartom korrektnek, ha most a bizottságot először abból a szempontból kérdezem, hogy ugye itt vagy támogatjuk azt, hogy alapítson az önkormányzat kis erődíjat, vagy nem. Azt javasoljuk a testület fejétől. Először én azt teszem fel, hogy ki az, aki javasolja, hogy az önkormányzatunk alapítson kísérő művészeti díjat. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 6 igen szavazattal a bizottság azt javasolja, egy hogy... Igen. Nem. Először nem. Nem. Tartózkodott egy fő. Tehát akkor megalapítja Alsó Imedi önkormányzata a művészeti díjat. Javasoljuk a képviselőtestület felé megalapításra. Mert hogy ezt három szervezet alapítja meg ezt a díjat. Hát igazából kettő, hogyha kettő. Igen, azt döntsük el most, mert nem döntünk. De ez így van, hogy az Alsó Imedi Nagykőség önkormányzata és a Halászikáró Művészeti Ház a lényegében az egy szervezet. És ehhez egyenrangú társszervezetünk az Alsó-Némedi közalapítvány. Így van, mert akkor ez majd be fog kerülni a helyi kitüntetésekről szóló rendeletünkbe. Igen. Okay. Jó, akkor a következő. A 100 000 forintról beszéltünk. Én azt javaslom, hogy maradjunk ennél a 100 000 forintnál. Aki ezzel egyetért, kérem készfelem. Egyetértek. Nem csak, nem kell, ne, tehát azt gondolom, hogy ha nagyon-nagyon sok része van ennek a előterjesztésnek. Igen, de ezt kiemeltük, tudod, ez azért gondoltam, hogy akkor ezt erősítsük meg ez anyagi kérdés. Igen, akkor ki az, aki egyetért azzal, hogy 100 000 forint legyen a felső határa? A díj. A díj. Hát nem teljesen határa, hanem az össze. A díj 100 000 forint, jó rosszul. Tehát kevesebb sem lehet, hanem. Igen. Akkor ez 6 igen, nem, tartózkodott egy fő. És akkor még itt, amiről beszéltünk, a korhatár. Vagy bármi esetleg, ami kérdés felmerül. Igen, itt akkor vegyük bele, módosítsuk. Igen, ezt a felső is. Igen. Korhatár az a 35 év legyen. Igen. Egyetért ezzel a bizottság. Igen. És ez olyan szempontból is indokolt, köszönöm szépen, hogy ez Merzsike egyfő. Valóban itt az Ernő bácsi, mint tanár és pedagógus így jön ebbe a képbe, és valóban akkor ez a felső korhatár nagyon indokolt. Jó, akkor az már benne van. Ez benne van, igen. Tehát ez volt, ez a Merzsikének csatolja, és akkor majd így fog a rendeletbe belekerülni. Köszönöm szépen, ha mennyi van, akkor is elfogadja. Hát a holnap elfogadja. És akkor legyen egy olyan javaslat, hogy a képviselőtestülettel javasolják a díjmet, megalapítás, és az önkormányzati rendeletet történő felvételét, vagy beiktatását, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani hivatalosan. Jó, és köszönöm szépen. És akkor összehasználhatok még kompletten. Igen, akkor erről szavazzunk, aki ezzel egyetért, kérem tisztelemeléssel. 6 igen, tartózkodott 1. Köszönöm szépen. És akkor én is köszönöm szépen. Elérkeztünk a tájékoztató március 15-i ünnepség szervezéséről. Még mielőtt átadnám a szót igazgatóasszonynak, én tisztelettel felkérem polgármester urat a március 15-i ünnepségen a ünnepi beszéd megtartására. Nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelt felkérést. Köszönöm. És akkor Pinci, tiéd a igen. Szó. Tehát a március 15-i ünnepély a hagyományainknak megfelelően fog remélhetőleg bonyolódni. Már Szabó Juditával egyeztettünk az útlezárásról, mert ugyanúgy a Szabadság téren lesz az ünnepség, ahogy szokott lenni. Ezt megelőzi majd egy ilyen
reggeli zenés ébresztő, Kossuth Nótákra, Varga-Benz zenekarra, és majd Ölvedi Balázs viszi a zenekart körbe a falunk. Utána istentisztelet, szentmise a templomokban, találkozunk a közönség egy részével a Kossuth-Lajos utca sarkán. Most nincsen, nincikém, az a gond, hogy a bölcsödét építik, akkor az elmarad. Nincsen ott az emléktábla, direkt elmentem megnézni, úgyhogy azt, ahol ezt a részét elhagyunk ki kell hagyni. Én azt gondolom, hogy majd emlékezzünk meg a Szabadság téren az ünnepi műsor keretében. De hogy egyszerűen azt a részt most kihagyjuk. Igen, annyi, hogy megemlékezzünk, megemlítjük őket, akik Alsó Némedében a Szabadságért életüket adták, illetve. Így van, akkor nagyszerű, hogy mondod, mert én már automatikusan mondtam volna. Mert ugye úgy szoktuk kezdeni, akkor ezt majd beépítjük a... Igen. Hát most itt akkor az a kérdés, hogy ez a polgármester úr beszédében legyen beépítve, vagy egy külön esemény legyen. Tiszteletes urat hívjuk föl a színpadra, hogy őt ott elmondhassa, amit szokott mondani az... Hát megbeszéljük vele, megegyeztetjük, hogy ő mit mond erre, és akkor annak végében. Igen, mert akkor majd a forgatókönyvet így állítjuk össze. Igen, jó, és a hetedikesek adják a műsor, Kis Ferencné Julika már készíti a gyerekeket. Remélhetőleg idején a Dabasi Honvéd tüzére egyet az ágyújával, a Borókanék tánccsoport is táncolni fog, ahogy szokott, és utána pedig egy kis vendéglátás a cukrászdában a szereplőknek, ahogy szokott lenni. Reméljük, hogy az idő is jó lesz, a Jóisten is megsegít, és... Ha nehogy Isten, nagyon rossz idő lesz, akkor az iskola aulájában, ha olyan, így, 14-ben volt az a ominózus havazat. Mindenképpen egyeztetjük az Abiva Kft-vel, és amennyiben úgy néz ki, akkor azt is elkészítjük az aulát. Arról kellene határoznunk, hogy ne ott az utolsó pillanatban dőljön el, hogy az Ócsára meg Dabasra kiviszi a koszorúkat. Igen, meg ide a Halászik Károly. Igen, ide a Garagy Bíróz, a György Balázs mindig el szokta vállalni, hogy ő elviszi, meg kell vele beszélni, illetve akkor kellene valaki a képviselőtestület részéről, aki eljön Ócsára, meg Dabasra. Az önkormányzat kisbuszával szoktuk menni. Igen. Illetve hát volt úgy, hogy a Dabasra a református egyházat kértük meg, hogy vigyék el a mi koszorunkat. De hogy jó lenne, hogyha ennek lenne egy felelőse, aki ezt magára elvállalja. Hát én voltam már Ócsán is, a Halászik Károly, illetve a Dabason is. Gyerekeket kiszoktunk, és az osztályfőnök kell beszélni, hogy kit jelöl ki erre, ki az, aki vállalkozik. Nagyon testület részéről is szokott jönni valaki. Esetleg, ha szeretne a testület. Hogy ezt meg kell beszélni elsőjével, hogy mikor oda kerül a sor, akkor már ne ott az ünnepségen kell. Természetesen már előre tudni kell annak, aki jön. Hogy ő ezt elvállalta, és akkor jön. Mert én gondolom, hogy ha még valaki jönne velem, ezért kell. Akkor én megyek. Jó? Jó, köszönöm, polgármester úr, akkor elmegyünk Ócsára, és volna pedig Dabasra. Igen. Jó, és a gyereket visszük. Megbeszélem én a kolléganőmmel. Igen. Hogy ki az, aki... Aki szeretne eljönni. Igen, szokott két gyerek. Köszönöm szépen. És akkor elmegyünk az önkormányzat kisbuszát, és ő elszállít. És akkor a nagy lacéval is megbeszéljük, hogy ők szállítsanak erre, hogy ő nekik menjünk. Ezek nagy koszorúk? Hát ez ilyen... Nem olyan, hogy én az előző éve személyi autóval vittem ezeket a koszorúkat. Mert akkor elmegyünk az én autómmal, és akkor nem a önkormányzati egyházét is vittem, befért az autómmal. Erről a négyben is férünk, rendben. Köszönjük szépen. Igen, és akkor nem kell egyeztetni. Jó, igen. Van-e még valami egyéb? Esetleg van is ezzel kapcsolatban, igen. Igen, ezzel kapcsolatban. Reméljük, hogy mindenki, igen, mindenki szeretettel várunk, hogy a községi ünnepen legyen rész. Ezt jól gondolom, hogy egy óra keretében bele fog férni a műsor. A műsor az bele, az nagyjából fél óra. Az iskolások műsora nagyjából fél óra. És milyen menetrendet tervezünk? A menetrend az úgy nézek ki, hogy először először a Borókanék Tánc Együttesnek lenne egy nyitó tánca, utána lenne az iskolásoknak a műsora, utána jönne a Boróka még egyszer,
utána van a polgármester úr beszéde, utána jönnek a díjátadás, amennyiben van díjátadás idén? Nincs. Akkor nem lesz díjátadás, akkor utána a hagyományőrző egyesület az ágyúját elsüti, és utána pedig koszorúzás. És ez hány percbe tervez? És ez az egész általában másfél óra szokott lenni, cappon-pappon, kezdettől a végig. Az, hogy az egész... Bocsánat, annyi előzményen a szabad, de hát már 10 órakori mise istentisztelet, és akkor... 11-kor, igen. És a kettő között a koszorú... Hát, de most nem megyünk, tehát egy negyed órát biztosan fogunk így nyerni. Nem tudunk most koszorúzni, ugye? A nem, Réktában nem tudunk, hiszen... Most a bölcsöde építése, igen. Tehát azért azt beszéltük, hogy majd itt bevonja esetleg a polgármester, ugye a tiszteletes úr, majd... Azt majd leegyeztetjük, hogy a tiszteletes úr, de valami én a magam részéről a másfél órát azért viszonylag hosszúnak tartom, nem tudom, hogy tudnak-e az emberek annyi ideig figyelni. Ennél még tovább is szokott tartani. Mert ugye végén a koszorúzás van, és az is, hogy negyed órát... Általában az szokott lenni, hogy 11-kor szoktunk találkozni a szobornál, vagy az emléktáblánál, olyan 4-12-kor szoktuk tudni elkezdeni az ünnepséget, és fél egy fele szoktunk. 12:30-ig van közünk kezelői hozzá. Ja, annál tovább nem fog tartani az egészen biztos. Fél egykor már vége szabad lenni. Arra emlékszem, hogy mondtam már, tehát a polgármester beszélve közben szokott megszólalni a végül a hangszó. Igen, ez mindig. De körülbelül ezt most az időre. És a utána jön a koszorúzás. Igen. De például szabad, hogy még diákadás is volt, és akkor is fél egyre befejeztük. Aha, akkor most már csak a koszorúzás marad a végére. Igen, akkor igen. Lehet, hogy negyedre befejeztük. Remélhetőleg. Hát bízunk benne, hogy az Ági sem fog. Az Ági is most nem 300-at, hanem csak 2-t, tehát igyekszünk szorítani a csoportot. Elsőként még arra szeretnélek kérni, hogy akik szoktam koszorúzni, légy szíves egy e-mailt küldjél, mert a plakátok is jövő héten már kikerülnek a... Tudod, hogy kik szoktak. Köszönöm. A plakátokra is ki lesz írva, hogy a koszorúzási szándékát jelenti. Jó. Mindenkire, Ezsike is. Igen. Jó. Köszönöm szépen. Van-e még valamilyen kérdés Inci felé? Tessék, nem kifejezetten most. De akkor csak nekem, kétségbe is, hogy hívogat a családom, és nem... Na mennyi a vegyet vagyok. Addig jön most el. A Inciét akartam, hogy a fiammal kapcsolatban. Igen. Már valamit. Tudom, hogy egy komolyabb megemlékezés szerelhet, aminek költségmondata is jelentősebb. Most a 100 éves évtudom, miért mondod ezt. Igen. A picit várjunk, jó? Elég, semmi komoly. Mert utána lezárjuk, és itt maradhatjuk nyugodtan beszélgetni. 5-2 perc. Nézem már, számom, nézem már. Nyugodtan. Állami kirúcsügyet is van, hogy ilyenkor a századik... Nincs eddig gond. Az ember azt hiszi fotolgatva, de egyelőre nem. A filmos hozzájárás. A triálomot akartam csak megkérdezni, hogy tudom, hogy egy komolyabb dolog készült volna. Igen, lehet valami tudni erre, hogy mi lesz. Még nem. Majd amikor már konkrétumokat. Az majd, amit tudom, következő, reméljük a következő némány. Azt írtuk, hogy a április 28-ai ülésünkön kérünk majd a Trianoni emlékészületekről. Annyit tudok most egyelőre, annyit el tudok mondani, hogy a tervekre, ami most felvetette, hogy Koltai Gáborral nagyon jó barátságban vagyunk, és Koltai Gábor tavaly a Hősök terén rendezte meg a Trianon rockoperát. És ő felajánlotta azt, hogy amennyiben egy olyan széleskörű összefogást ki tudunk alakítani, mint amit a 950 éves évfordulón, amikor is az István király megrendeztük a Nagygödörben, ő barátságból átadja nekünk ennek a rockoperának az anyagát, és ő átalakítja így egy ilyen alsónémedén előadható verzióra, és segít is az egészet megrendezni, viszont ehhez a főszereplőket, azokat az eredeti rockoperából kell hozzuk,
és a úgymond a statisztéria, meg a egyéb kórus és az ilyen nagyobb tömegjelentek jutnának ránk, és hogy ennek van anyagi vonzata, és most keressük még azokat a forrásokat, amiket, hogy ne az önkormányzatra kelljen ezeket az anyagi terheket mindenképpen egyedül tenni, most keressük azokat a forrásokat, ahonnan anyagi támogatást még remélhetünk, és amikor ez már biztos lesz, meg az összeg is biztos lesz, akkor mondjuk a következő ülésig már 100%-ig biztos lesz, akkor fogunk így az egésznek a volumenével előállni. Most az egyházakkal is már ezzel kapcsolatban megbeszéltük azt, hogy mindenképpen, hogyha sikerül megvalósítanunk ezt a Trianon nagy előadást, úgymond, ebben szereplők volnának a nagyajtai testvéreink is, és ugye mivel tehát 100. évforduló van, ugye ilyen 100 évente egyszer van, ezért most őket is hívjuk erre az alkalomra, hogy ők is a maguk buszmi létszámával szerepeljenek ebben, de ők semmiképp nem tudnak jönni június 7-én vagy 4-én, mert 7-e a vasárnap, 4-e csütörtök, mert akkor ott náluk választás van, ezért ezt az egészet az augusztus 20-a felé húznánk el, ezt a nagy, úgymond ilyen nagy falusi nagy megemlékezést, viszont június 4-én, pontosan akkor, amikor aláírták ezt a diktátumot, akkor mind a két templomunkban megszólal a harang, és június 7-én tartanánk, az egy vasárnap délután, a konkrét megemlékezést, amiben a két egyház is részt venne, mégpedig úgy, hogy a református templomban is és a római katolikus templomban is hasonlóan, mint március 15-én egy emlék szentmisét, meg egy emlék istentiszteletet tartanánk, és utána együtt a szabadságtéren lenne egy megemlékezés, amiben főleg az egyházak vennének részt, és ezt kiegészítve lenne ez az augusztus 20-a környéki nagy esemény, amikor egy nagy szabadtéri színpadot építenénk ott a nagyvödőbe, ha olyan az időjárás, és ott már megcsinál, hogy ott rendeznénk meg ezt az eseményt. Akkor mentetek volna nyaralni? Igen, 20-ára már nem mentünk. De... Igen. Hát nem 20-án lenne ez, nem 20-án, az az egész hétvégén, igen. Ugye 23-a szombat vagy vasárnap, inkább 22 szombat, 23 vasárnap, ez a két időpont mozog meg a dologra. És ez a néhány hónap elég lesz ennek megvalósítására? Mert ezzel az államalapítóknak több mint egy fél évet. Igen, szóval tesztre hagytam meg. Már előző évben nekiálltunk. Tudom, hogy most itt a Koltai azért kisebb mozgásteret vagy, véleményem szerint. Az az igazság, hogy én pont most végignéztem, és ott márciusban kezdtük el osztani a kottát. Igen. Nem tudom, ki volt ott a könyvtár, nálatok. Igen. Még ott volt a könyvtár a mostani épülő bölcsőhelyén, amikor az első megbeszélés volt, de az még szerintem tél volt. Nem, így volt tavasz eleje. Hát nulladik megbeszélés, ez tényleg volt, csak ugye... Tényleg volt, és az való igaz, hogy a kisfelelősz márciusban kaptunk meg kottákat. De az már, de akkor már rengeteg minden eldőlt. Tehát éppen a dátumokról, a hát most még addig, amíg nincs pénz, nem olyan tudtunk mit eldönteni. Igen. Ide 5 millió forint kellene ahhoz, hogy ezt megcsináljuk. Igen. És mondjuk ez relatív, hogy sok vagy kevés. Annak idején a 950 év fordulónkra 15 millió ment el, na de ott az egy egész nyár tartó nagy sorozat volt, semmiképpen nem. Ezért próbálunk forrásokat keríteni, mert annál kevesebből nem lehet kihozni. És ez csak a idézetével volt egy oldal? Nem, ez a cappak az egész. Igen. Igen. Hát most tájáztunk a Betlen Gábor alapnál arra, hogy a nagyajtaiak utazása, ellátása, hát azt is várjuk az eredményt, és hát most az összetartozás éve alkalmából megvannak azok a források, amelyek biztosítanak a településeknek is egy ilyen kiemelt megemlékezést, most ezeken a forrásokon haladunk. És nem magam miatt.
de már tényleg én is szerveztem a 20-ára programot, de én tudom, hogy ez a 20-ai hétvégére rengetegen elutaznak a programot. Tehát hát igen, de emlékezzetek vissza, hogy az István király is augusztus 19-én volt. 13-án. 13-án. De még 13-án. Még ez... Nagyon-nagyon sok, hogy éppen hosszú hétvége, rengeteg család programot szervez. Miki, az a helyzet, hogy olyan sok minden fog Európában változni ezzel a betegséggel, egyébként kapcsolatban, hogy fogalmunk, tehát olyan nehéz előre tervezni. Tudom, hogy most én gyilkos vagyok ebből a szempontból, de nem tudhatjuk. Egy hét alatt, amíg nem tudom, ezért is nem akarom a témával előre, mert ez nagyon bonyolult, de rá kell szállni. Nem akarok, én most nem előre nézek, inkább visszafelé, tehát az eddigi tapasztalatom tudom, hogy tudtál, mikor megszólíthatok az emberek, milyen alkalmakkor lehet megmozdítani nagyobb létszámú, akár résztvevőt, akár... Ha lehetne, akkor a következő kutatóbizottsági ülésen erre egy külön napot. És ha emlékeztek rá, éppen az a téli megbeszélésen ott volt, például a dátumon nagyon sokat. De én szerintem te is emlékszel, hogy azon a dátumon... De bocsánat, az a téli megbeszélés az nem kimondottan a színdarabról szólt akkor, hanem az egész ünneplés sorozatról szólt. Tehát magára a színdarabra, így van, igen, hogy akkor az időpontok akkor voltak előtte. Azon rengeteget beszéltünk, hát akkor kezdjük gondolkodni, és akkor találkozunk. Mert mondom, én a 20-ától félek, mert akkor rengetegen tudom, hogy lehet kezdődő héten is. Igazából miután mi már június 4-től elmozdulunk, attól kezdve bármi lehet, amit mi elmondunk. Mert a június 4 a fix időpont. Igen. És akkor itt most itt, bocsánat, akkor ezt elmondom. Én ezt abszolút támogatólag szerettem volna felhozni, de tudom, hogy nagyon sok minden még nincsen kialakulva, viszont pont azért, hogy én azt kérem neki, hogy mi inkább támogatni próbáljuk a művelődési házat, mert annál jobb közösségformáló dolog, mint az államalapítók volt, gyakorlatilag nincs. Ez egy szenzáció volt. Tehát az, hogy idén is lehessen egy ilyen, maximálisan támogatni kell. Én úgy érzem, és hogyha ugye most még költségvetési tárgyunk, tehát adott esetben, hogyha megszorul a működési ház, ez az a cél szerintem, amit érdemes az önkormányzatnak is támogatni. Én ezért hoztam föl, és pontosan azért, hogy ne késjük le tehát kapkodás volt, emlékszem, mert nagyon sok részében benne voltam az előző alapítók szervezésében. De az azért is, hogy most jelent nekünk most kapkodás, mert mindenki csak az utolsó pillanatban most. Igen, hogy most ne legyen kapkodás, hanem nyugodtan lehessen ezt az egészet végigvinni és megszervezni, és legyen ez legalább egy akkora sikert, mint ami akkor. Hát az egy szenzációs dolog volt, és az egésznek a csúcspontja az volt, amikor oda érkeztünk és besötétedett, és kiálltunk a színpadra, és szembenéztünk a közösséggel, és zsúfolásig megtelt a... 20-án volt, bocsánat, hogy 13-án. Nem, 13-án. 13-án volt. Igen, akkor azt javaslom, hogy... Nem tudom, semmi. Jó, a március 17-i bizottsági ülése már gondolom, vissza el tudod venni a kapcsolatot az illetékesekkel. És azt látom, hogy nagyon kevés napirendi pontunk van tervezve. Én azt kérem tőled akkor, Erzsike Mára most, hogy ismételten tegyed 3 órára a zárt ülést. Az körülbelül 15 óra, mert csak a felsőoktatási intézmények napai tagozatán tanuló támogatásáról van szó, illetve itt van a beszámolója a művelődési háznak is, és meg van még a szociális rendeletünk. És akkor 15:45-től, de ha gondoljátok, ez egy nagy volumenű dolog, akár 14:30-ra is tehetjük az átülést. Nem 14:30-től, mert azt nem tudjuk, hogy hány kérlek, hogy igen. Tehát nem biztos. Tehát akkor én azt mondom, akkor azt javaslom, már most beszéljük meg, hogy 14:30 megfelelően nektek az átülésre, és akkor utána meg a nyilvános. Tehát minél több, mint kötetlen megbeszélés, mert itt lehet ötletelni, igen. Amiről igen. Beszéljük. Akkor lehetséges, hogy mi elkezdünk beszélgetni, a felele marad, és utána majd ugyanúgy elkezdünk beszélgetni, amikor a többiek megérkeznek.
lesznek. Tehát itt ki kéne tűzünk egy időpontot, ahol mindenki itt van, aki ebbe a döntés, meg egyáltalán a téma elindításában. Tudom, elsőként csak hárman tud jönni, mert neki elfoglaltsága van. De én azt szeretném, hogy lenne idő kifejteni ezt a dolgot, tehát ne csapjuk igen, össze. Igen, de azért kéne legyünk mindannyian. Igen. Mert mondjuk mi megbeszélünk négyen valamit, és akkor megjön az ötödik, aki mondja, hogy az úgy nem jó. Vagy nevezz, jelöljünk egy másik időpontot. Jó. Én azt mondom, hogy külön napot jelöljünk ki, mert akkor nem vagyunk időpontban. Én úgy gondolom, akkor van egy ötletem. Inci tudja, hogy mikorra zajlanak ezek a tárgyalások. Én tőlem nyugodtan Inci jelezze a mutatottsági ülés előtti héten, vagy amikor ti rájöttek. Én azt mondom, hogy akkor jelezzél, hogy erre az időpontra tudsz már konkrétumot mondani, és akkor összeülünk egy baráti beszélgetés, akár a könyvtárban is lehetséges, ugye? Igen. Ráadásul én azért emlékszem arra a megbeszélésen, azért ez tisztességesen elhúzódott. Hát igen. De ez így normális is, ez semmi probléma. Jó, akkor ebben van a tudjuk, amit én emlékszem. De akkor az is jelez, jó, akkor viszont azt és azokat a társcsoportokat és egyesületeket, mindenkit, mindenkit, aki ebben együtt működik. Igen, mert ahogy így számoltuk, hogy az István királyban németiek majdnem 200-an szerepeltek, vagy még legalább többen is. Többen, mert a búros húztak. Hát ott mindenki szerepel az égen csinálni. Koltai Gábor Dízsel, hát nem biztos, hogy erre megkívál a Koltai Gábor, hogy a... Hát igen. De aztán esetleg valaki olyasmi, amit akar mondani, hogy... Látod, hogy valaki, hogy gondoljanak. Igen, lehet, hogy az csak a második, azt lehet, hogy a Koltai Gábornál csak ide kéne megkívni a kulturális bizottság megbeszélésre. Először egymás közül, akkor jusson egyesére, hívjuk meg, ha előtte tudunk beszélni. Igen, igen, jó, de először. Csak. Én csak szeretném javasolni, hogy mégiscsak egy formális bizottsági ülésen vagyunk, és lenne megtartani azokat a kereteket, hogy ne fogja magát, átveszi a szót egy más tagot. Hát azért azt gondolom, hogy vannak bizonyos keretek, amit érdemes lenne célszerű lenne megtartani, mert utóbb ilyen kocsmai beszélgető szintjére fog lesüllyedni, és edzőkönyvben is könnyű így, hogy egyszer három beszél. Jó, köszönjük szépen! Van-e még valakinek kérdése, gondolata? Ha nem hivatalos, akkor itt maradni még van idő. Nem gondoltam, hogy ez ennyire felszerezett, és igen. Te kötetlenekből képzeled el. Abszolút, tehát én azt gondolom, hogy a kocsmától nagyon messze van, mert egy nem cívból állnak a sörösorosok, úgyhogy de oké, persze mindenek megmondom. Örüljük annak, hogy ilyen agilis és kötetlen. Köszönjük szépen. Én azért igyekszem a kereteket tartani, de valamikor én is elragadtatom magam. Én szintén szeretném megkérdezni, hogy ezt a darabot meg lehet esetleg valahogy tekinteni interneten. Azt mondtad, hogy a Gáborék a Hősök terén adták elő esetleg tavaly, azt mondtad? Tavaly. A televízióban is. És ő látta egyébként, hogy... ő rendezte. Nem, bocsánat, a kérdés vége csak még nem volt írással a mondatom végén, hogy ő látta esetleg azt a darabot, amit németi lakosai adtak elő a... Láttam. Jó, és azt szeretném megkérdezni, hogy csak azért, mert én nem láttam az ő alkotását, amit jó lenne, hogyha... Szerintem YouTube-on is fel van, vagy... Jó, csak hogy úgy érzi egyébként, hogy abszolút lehet adaptálni hasonlóképpen? Nem lehet abszolút adaptálni, de lehet készíteni egy olyan verziót, ami hasonlít hozzá, igen, és a magját igen képezi, és hogy a mondani valót, és ezt a 100 éves elszakítottságát a mi magyar hazánknak, ezt meg lehet jeleníteni, Jó, mert rákeresek, megnézem, köszönöm. Igen, ez a cím, hogy Trianon. Trianon, oké. Televízió betítette is láttam. Láttam? Igen. Nem is elég. Igen, pár hónapja.
akkor nem biztos, hogy ez akkor nem lesz. Még valakinek van egy kérdése. Amennyiben nincs, mindenkinek megköszönöm a munkáját, örülök, hogy ilyen aktívan, szívvel, lélekkel kivettétek a részleteket a munkából. A nyilvános ülést lezárom. 16.